Te hallom, nem lehet. Rakjam ezt a kapcsolatot, már nem sem. Szevasztok. Szevasztok, nem takarja, ahogy mondják. Jó, tényleg. Az a baj, hogy le kellett tegyem oda. Igen. És megint oldalra nyúlkálok. Mindig elfelejtettem felragasztani ide. De amúgy ez basszus, na mindegy. Amúgy ott van a ragasztó. Tudom, hát minden megvan már hozzá. Akkor most meg ez feladatom már. Ez, és hogyha valaki kérdezi majd a room tour videónkban az év végén, hogy mi az újdonság a Happy Hour setupban, megmondjuk, hogy fel van ragasztva. Fel van ragasztva, nincs. Amúgy hát az igazság, hogy lesz újdonság addig a Happy Hour setupban. Sok minden lesz, igen. Jövő, ja, igen. Például, de majd meglátjuk. De arról még mindig nem beszéltünk. Majd hétvégén hát felé. Lehet, hogy már hétvégén, igen. Hát ott muszáj lenne. Muszáj lenne. Nem az, hogy hétfőn ide jössz, és így veszátok meg. Igen, igen. Szóval annyira nem lenne jó. Hétvégén már nyomjuk. Na, boldog reggelt, srácok! Boldogat! Mindenkinek annyit összegeznék így hirtelen így a hétfőre való tekintettel, hogy azért elég durva múlt héten vagyunk túl. Pú, kemény. Hogy mondjam, elég darálós volt. Kemény volt, hogy igen. Mondjam, és ez a hét se lesz más, csak egy másik szempontból. Igen. Maradjunk annyiban, hogy gyakorlatilag az elmúlt két hétben így a te csatornát vetettük alá egy egész komoly nem erőszaknak. Meg lett erőszakolva. Egyébként általatok is, amit köszönjük szépen. De igen, tehát így elég grindos volt azt gondolom, hogy az elmúlt két hét. Azt tudtam. De lesz még. Lesz még, csak most már egy picit szellősebben. Egy kicsit. Ja, most. Egy kicsit. De hát igazság szerintem úgy lesznek, de most annyi, hogy most ugye a hét elején leszek is pihi. Hát igen. De amúgy utána megint pörög a pörög. Hát most pörög a pereg a pörög, igen, lesz. Lesznek dolgok, lesznek dolgok. Nagyon komoly lesz. Na, túlestünk ezen a fantasztikus csodálatos hétvégén. Kérdeztem is Jenit itt, hogy mennyit evett? Ettem. Egy kicsit, igen. És akkor ti most így először napoztatok, mert hát ugye hát az pont volt. Így hétfőre hát estél. Igen. De figyelj, ilyenkor nem lehet mit csinálni, mert azt is azért, na, tehát hétfőről a hétvégére csúsztatni, az nem, az már messze van. Az azért elég ez szar. Volt a legközelebb. Igen, igen. Figyelj, legalább, tudod, lehet enni az, hogy... Így van, vasárnap lehet enni, úgyhogy ez van. Igen. A tegnapi nap erről szólt nekem. Nagyon szépen köszönöm, srácok. Ma van igen a szülinapom, úgyhogy tegnap a családdal előszülinapoztunk. És jó volt. Na hát ez egész nap, gyakorlatilag egész nap ettem, úgyhogy rossz nem lehetett. Igen. Az a durva, hogy én is ezt csináltam amúgy tegnap, én nem is szülinapom, csak a családtagjaimnak van így szétszorva mindenféle dolga, igen. Az meg, képzeld el, hogy jártunk, beszélsz. Rendeltünk mamának tortát. Uh-huh. Érted? Na mindegy, családban vannak kísérletezők. Igen. Érted? Mert hogy mondta, hogy neki mindegy milyen torta. Jó, akkor nagyon durva torta kell legyen. És rendeltek, én nem is értem, maradjunk annyiban, hogy neve nincsen kapcsolatban feltétlenül a tartalmával, de ez sült túrótorta. Nem sült. Oké? Okay? Nem sült, igen. Az csak a fantázia neve. Igen. Túrótorta, aminek az a lényeg, hogy túrótorta volt, ami nem sajtorta, ez nagyon fontos. Igen. Túrótorta volt, és ez kívülről ezzel a tojáshabbal volt bekenve, vágott, ilyen mindenhogy, és az így meg volt johnizva. Tudod, úgy süt, úgy ja, égetve. Ja, és ja, úgy ja. Néz ki, hogy nagy lett volna igen, sütve. Igen. Na, kezdjük a jó résznél. Tehát ez a sült tojáshab, ez olyan volt, hogy ha én ezt tudtam volna, akkor még mielőtt beleszórjuk a gyertyát, én ezt így lenyalom róla mindenhonnan. Érted? Így lekaparom kanállal. Mert annyira mocskos finom volt. De, bazd meg, belevágunk a tortát, mondom, de kurva jól néz ki a rohadt anyját. Meg volt fagyva. Ne szobas. De bazd meg, a túró meg volt fagyva benne, basztál már ilyet? Hirapogott a szádba. Ez nem túl jó, basz. Hogy basznák meg? De hab az jó volt. Az kurva jó volt a hab, azokat beszartam. De meg volt fagyva a torta belül, bazdokba. Hallottam már ilyet? Tehát hogy? Hogy? Nem tudom, baszki. Fater elkezdett ott érted egyből kémikuskodni, hogy szerinte a víz fagyott meg a túróba. Érted? Hogy ott valami nulla fok körül tartva, nem tudom. Valami borzasztó. És akkor tudod, így elkezdtünk gondolkozni, hogy de hol a faszomba fagyasztják meg a tortát? Lehet, hogy fagyasztják a tortát? Hát lehet. Hát hogy megromoljon a kurva anyját, érted? Vagy nem olvad ki, van ilyen. Hát igen. Ti is jártatok így? Na. Ugye jel lett baszva a torta. De akkor ezek szerint valamikor lefagyasztják a tortát. Én nem hamarabb készítik és lefagyasztják. Hát szerintem biztos van ilyen, vagy nincs, nem tudom. Én nem tudom, hogy készítik a cukrászdát. Lehet, hogy a belső része, a túrótorta része volt fagyasztott, és akkor tudod, az így nagyjából tolvad ki, aztán a következő. Vagy lehet, hogy a túró volt lefagyasztva. Én nem tudom, bazd meg, de meg volt fagyva, mint a kurva élet. Sok helyen fagyasztják a tortát? Ez durva cucc. Igen. Én azt gondoltam, hogy ha egy időpontra rendelsz egy tortát, akkor... Ne, ez nem az volt. Ilyen mondom, nem kísérletezők. Volt? Nem.
A kísérlet ja. Az a következő gépen meg tortát választani. És így... Milyen izgalmas tortáid van? Jaj, akkor azok az előre készített, persze, hát az valamikor lefagyasztják. Aha. Tehát igen, jogos, amit mondasz, ha rendel veled, akkor biztos, hogy biztos, hogy friss. Akkor biztos, hogy nincs ez. Igen. Mindegy, meg volt fagyva, úgyhogy rábasztunk. Ez van. De egyébként mi, de nálunk egy ilyen hagyomány, hogy nagyomám születésnapján mindig ez a mártonnapi libagenyó van. Bizony, bizony. Érted? Csak igen. Most nem mentünk, mi nem mentünk el étterembe, hanem rendeltünk az étteremből. Megmondom, hogy nem feltétlenül a Covid miatt nem mentünk étterembe. Gyerekekkel nehéz most már mozogni. Hát az biztos. Úgyhogy rendeltünk. Kurva jó volt. Kiosztok be az annyi kaját, mint a szar. Érted? Úgyhogy azt így megszippantottuk, ez a mártonnapi libanapok téma, meg ez a máj cucc, ez nekem nagyon bejön. Ezt ilyenkor tudom, hogy szeretitek el. Igen. Hát ez ilyen. Most is ez volt. Hogy ezt a típus direkt le kell fagyasztani? A túrótortát? Nem tudtam. Azt írta melegedő Jézus, és ő biztos, hogy tudja. Igen, biztos egyébként. Figyelj, minden nap tanul az ember. Én gondoltam, hogy valami van. Mert más tortával még nem értem. Amúgy igaz, lehet, hogy az elkészítés módja. Hát meg eleve az, hogy az oldalát így megjohnizzák. Lehet, hogy le van fogyasztva benne, nehogy megsüljön. Gondolj bele. Felmelegszik, megromlik a túró. Igen. Sose lehet tudni. Úgyhogy ilyen libacuccot nyomattunk mi meg. Aha. Én ilyenkor csak jelzésértékűen leszek libacuccot, mert én nem úgy annyira nem szeretem. A liba máját, nem? Azt, hát, ja, várjál, nem arról van szó. Ja, azt hittem. Az ilyen libacon meg ilyenek. Ja. Hát a liba máj, ez más dolog. Szerintem most is van nálam. Amúgy nincs. De kéne legyen. Jó, Istenem. Én azt nagyon szeretem, nem tudom miért. Tudom. Nekem régen mamám tömött libát. Ó. Emlékszem. Fú, nálunk ilyen nagy mészárszék volt otthon. Mama az nagyon nyomatta. Azt meséltem, hogy nekem volt nyulam? Nem. Nekem volt egy nyulam. Ami az én nyulam volt, kurvaranyos volt, ilyen fekete. Lehet, hogy mesélted. Ja. Azt én meg kell tegyem. Az a nyulat. Hazajöttem, és így a kiskapun már ott volt, az meg így kifordítva. Tudod? És meg kell tenni. Jaj. De az az igazság, hogy jó, persze nem esett jól, meg mit tudom én, meg voltam, hogy 7 éves, de ismertem mamát. Ez az igazi. Mama az mindent megölt a kertbe. Ennyi. De komolyan, tehát eljutottunk arra pontra, hogy nem volt több állat. Komolyan. Mindent kinyílt a faszomba. Mindent. Ott nem volt ilyen PC, green, genyó, meg semmi. Hát ott nem volt akkor. Ott nyakazás volt. Tömte a libát, emlékszem, a jó baszomája legyen meg ilyenek, de emlékszem arra, hogy nem gyakran, mert mindig úgy ért véget az egész, hát faszom se csinál ilyet, többet basszam, hogy csak a szopás van vele, meg mit tudom én. Úgyhogy, ja. Hát, igen. De mama úgy nyomatta, ott meghalt minden. Ja, igen, emlékszem, nekünk is volt nagyon-nagyon régen tyúkok. Mm-hmm. Azokat is. Nekem nagy fatarom. Hát az hent volt. Hát, az olyan vérfürdő volt. De ott tényleg, ott tudod, az volt. Én már tudtam, vasárnap jönnek át a vendégek, tudod, névnapozás, meg minden, érted? Már a péntek el, érted? Jöttek kifele, és tudod, jöttek a tyúkokhoz, gyere hozzá ide, arra, az arrébb az oldalra, érted? De nem, semmi olyan, nem tördelt a nyakukat, ott vágás volt csúnyán. Igen. Leítettek a bujkát, mondjuk, fú, minden volt. Az a lényeg. Én megmondom őszintén, hogy én azóta sajnálom az állatokat. De mondhatják azt, hogy összetörték az érzékeny lelkemet, a faszt. Én megszoktam ezt a dolgot, én ott kezdtem el sajnálni az állatokat. Gördj mamám, azt mondja, jaj, basz meg, szegény tyúk. Én is sajnáltam őket, de aztán mindig rájöttem, hogy miért. Ja, persze, nem. Szerintem egyébként nem olyan rossz az, hogyha egy gyerek így találkozik ezzel időben. Persze. Hogy ez hogy működik. Meg fogalmazok úgy, hogy nem volt, mit tudom én, olyan bensőséges kapcsolatom a tyúkokkal. Tehát, hogy... Ja, nekem sem. A nyúlat az mindegy. A nyúl az, mindegy. A nyúl az már határeset. Voltak állatok, amiket mamám nem ölt meg. Érted? Ilyen kecske, érted? Meg bárány, meg ilyeneket nem ölt meg. Gondolhatnál, hogy azért, mert ugye megtört neki is a hölgyi lelke rajta. Nem, mondta, hogy ez a szarában van, meg kurva büdös, úgyhogy neki nem kell, az nem eszi meg. Úgyhogy azért nem ölte meg, de most érted, ez ilyen, de olyan állatunk nem volt. Csak mondtam, hogy amúgy így láttunk olyan állatokat, és közben nem ölte meg. Hát igen. Úgyhogy ja, ez egy ilyen kör. Na hát, régebben így volt ez. A kutya az megmaradt. Nálunk. Egy jó darabig. A macska nem? Nem. De azt nem ettük meg. Még ez a szerencse. A macska nem maradt meg. Nagyon sokáig volt kandúrjuk mamáméknak. Apukám kandúrja volt amúgy, még annak idején. Jó nagy baszó. Azt hiszem úgy hívták Arthur. Igen? Volt a neve. Ő valami 4-7-es koromig élt. Amíg rám nem ült. Igen, így ráfeküdt a mellkasomra. Egy ilyen gecinek andúr. Valószínűleg ezek estsek, ezek a macskák, tudom. De ez nem vicc, komolyan. Ez nagyon gáz. Nagyon megért apukám, nagyon. De aztán miután rád jött, gondolom, hogy 4-szer hátba szúrta magát.
a macska. És belemászott a kukába. Isten, nem, ennyire nem volt kegyes halála. Hát, na mindegy, az ilyen szülőnél nincs veszélyesebb, szerintem akárki megkapja. Figyelj, ez biztos. Azok a macskák ilyenek, ezek nagyon vigyázzatok. Erre nagyon kell vigyázni egyébként. Egy csomó videó van fent a neten. Igen, gyakorlatilag folytogatják a gazdájukat. De szó szerint éjszaka, komolyan. Nagyon durva, nagyon gáz. Na mindegy, tényleg vigyázni kell ezzel kisgyerekkel, különösen, mert veszedelmes dolog. Mindegy, ez csak egy ilyen mészárszék rövid történet volt. Mama azt tudom, hogy egyetlen egy dologhoz nem nyomt, de nagyon nem szerette. A disznót, azt nem. Tehát azt a férfiak csinálták. Hát az kemény meló amúgy, a disznó. Ne, mondta, hogy neki nem. Ő az ilyen kétkezes állatokkal, azokkal kegyetlenül bánt. Értedek? De nem. Úgyhogy nálunk állat volt. Most csak így eszembe jutott. Hát na, úgy az állatvédők jöhetnek. Az állatvédők? Hát ide figyelj. Na most már ennyi év után már. Nem tudom. Arthur szerintem már csak egy csontváz. Meg érted, most gyakorlatilag az állatvédők egy nagy része, mármint úgy értem, hogy tudjátok, hogy van ez az egész állatvédelem, vagy mit tudom én. Vannak, akik ugye az állatok kínzásra ellen lépnek föl, stb. Hogy hogyan bánnak az emberek az állatokkal. Én azokkal egyetértek egyébként, kínozni az állatokat rettenetes dolog. Stb. Hogy a fenében? De van egy állatvédő réteg gyakorlatilag, akik úgy jöttek divatba, mint az illatosított szájfény. Hát meg most de körülbelül ugyanannyi értelme van. Ja, jó, vannak olyanok, persze. De nem azt mondom, de hát most érted, hogyha azért tartasz állatot, hogy megedd, hát most az mi? Abban mit védesz? Jó, hagyja be ezeket az állatvédőket, hát amúgy sem normális egyik se, érted? Jézusom, tehát oké, most én megértem, mondom, van a borzasztó szörnyűtettek, amit ilyen szarista állat emberek csinálnak az állatokkal. Hát azokat össze kell törni a lábát, meg ki kell kötni az oszlopra, én egyetértek velük. Igen, amikor is, valaki ezzel jön, hogy ne vágjad le a disznót, mert szegény, milyen aranyos, mi van? Mi van? Aranyos egyébként. A malac? Találjuk a kurva aranyos a malac, a disznó is. Igen. Nagyon aranyos, de hát most Istenem. Ez kurva régóta így van már. Igen, na mindegy, ebbe kár belemenni egyébként. De hát ez nem egy vegán műsor, ez tény. Igen, de én azt gondolom, hogy ezt is lehet normálisan kezelni már, mint olyan szempontból beszéltünk nagyon sokat a vegánokról, meg arról, hogy lettek. Ki is próbáltuk. Meg ilyenek. Vannak ilyen... Ettől mélyebbre nem tudunk menni. Igen. Tehát tudjátok, írnak egyébként, vannak science fiction, meg horror, meg thriller regények is, érted? Tehát azért ez mélyen gyökerezik ez a vegánság már a történelemben. De alapvetően szerintem most az, hogy ő úgy dönt, hogy ő nem, az rendben van. Ja, hogy ne? Hát ezzel nincs is semmi gond. Igen, meg az igazság, hogy abban az időben, most mikor 7 éves voltam, az mikor 95-ben, akkor nem voltak ilyen hülyeségek. Az vágott, hogy ez... Nem, persze. Na, vegetáriánusok voltak akkor is már. Uh-huh. Érted? Jó, oké, persze el kellett költözzenek, de felvállalták ezeket a dolgokat. De akkoriban ilyen baromságok nem voltak. Tehát akárki akármit hisz, hogy mikor született, vagy mit tudom én, ezeket most találták ki. Hát a vegánság, mint olyan, amúgy ne, de amúgy nem, tényleg nem egy nagyon régi dolog, ez biztos. Nem, mert azt hitték az emberek, hogy bajuk van. Érted? Hát most mégis gondolj már bele, mit tudom én, levágtak egy disznót, ott voltak 15-en, érted, mindenki hulla bebaszva, bazd meg, érted, várták, amikor lesz kész a hurka, meg minden, és akkor ott ült valaki, hogy nem kell. Mert? Mi bajod van? Áll, nem kell. Szar, mi? Enyémből nem eszel. Hát nem, csak én nem akarok enni. Mert? Miért? Hát milyen sértés volt az? Érted? Inni meg iszol. Köcsög. Érted? Ezt egyből. Vigyem egy hurkát. Nem. Azt mondod, hogy szarul csinálom. És akkor kell építkezet. És akkor ebből lesznek a verekedés. Meg kell magyarázni. Mi is azt mondod, hogy nem szereted. Nem. Érted? Na most ugye egy olyan világban, ahol az emberek örültek, hogy ettek. Érted? Ott úgy fura volt válogatósnak. Hát ott nem volt ilyen. Érted? Az biztos. De hogy ugye, amikor levágtak egy disznót, azt feldolgozták, azt odaadták az embereknek, akkor azok az emberek, akiknek odaadták, érted? Azok nem volt, hol vegyenek olyat. A vegánság 1950-es évek óta van, hát biztos, hogy nem Magyarországon. Szerintem itt a háború után örültek, hogy ettek az emberek. Én szerintem te nem az 1950-es évek óta vagy. Biztos, hogy nem. Szerintem. Lehet, hogy valahol, lehet Svájcban, ott nem volt háború. Ott volt ilyen idő. Igen, tehát ugye el tudom képzelni azt, tudod, amikor tudod így a gyakorlatilag az éhínség idején, amikor tényleg nem volt semmi, érted? És így kigurult, tudod, az egyik ilyen lövészárok alól, érted, így ízében egy májkrémes konzerv, és így... De jó lenne ez a májkrém, de ja, vegán vagyok. Érted, hogy... Igen.
Mondjátok, hogy van benne humusz. Ugye van benne humusz? Igen, ki lehet szedni, lepároljuk a zsírt belőle, nem tudom. Nem, de az a igazság, hogy a angol szószólókkal van nagyon nagy probléma, mint mindig. Érted? És de most ezzel nincsen semmi gond, mondom, mindenki úgy dönt, ahogy akar, de el kell fogadni azt, amikor tudod, mit tudom én így, hogy is mondjam, az árnyoldalán vagy valaminek. Érted? Tehát én például, mit tudom én, attól függ, hogy milyen körben vagy. Érted? Tehát, mit tudom, a vegánok közt örüljél magadnak, te vagy a király, tudod, közéjük tartozol, táncoltok, lóbáljátok a kolbászt, mit tudom én, ilyen van. Amikor én például tudod, a rokonságba megyek, érted? Akkor én vagyok az egyetlen, aki nem ezik pacalt. Akkor én érzem magam úgy. Érted? Na jó. Érted? De nem az van, tehát érted? Értsd már meg, baszki, hogy nem az van, hogy én ott ülök az asztalnál, ott ülünk 8-an, mindenki szívja a pacalt, már lassan az orrán, érted? Annyira szereti. Én meg ott ülök egyedül, aki nem eszik pacalt, érted? És nem kezdtem el mondani, hogy úristen, milyen gusztustalanok vagytok, fúj, meg mit tudom én, érted? Hanem ott én vagyok a kis köcsög, aki nem eszik pacalt. Jó, de a vegánok se ilyenek mind. Nem, csak ugye... Ők csak egyszerűen csak nem. Ők nem, te meggyilkos vagy, az bazd meg magad. Hát legbelül lehet, azt gondolják, de nem mindenki hangoztatja. Igen, na mindegy, tehát meg kell érteni, hogy milyen társaságban az ember, érted? Többségében nem muszáj meggyőzni a világot arról, hogy hülye. Igen. Ennyire egyszerű az egész. Igen, igen. Úgy látom, hogy több vegán is van itt. Igen. Na mindegy. A pacal finom. Nagyon sokan szeretik. Én azért hoztam fel példaképpen, mert én például azt nem szeretem, de most nem fogom azt mondani, hogy érted? Nem, hát most valaki szereti. Én a szagától is rosszul vagyok. De... amikor főzik, ez nem jó. Tehát nem az hozza meg az étvágyat. Fúj, nem. Hozzá. Most elment az étvágyam. Nem baj az, nem baj az, mert ki kell bírni még, tudod. Csak ma korábban eszünk, mert tudod, AC van. Akkor valami gyorsat kell enni. Hát nem tudom, Balázs valami tervezget, ott nem azt, tudom, írja. Azt mondta, hogy van valami szülinapi menü. Valami. Én azt hittem, hogy Happy Meal-re gondol, de nekem az jó. Mit akarok mondani? Na, beszéljünk másról, mert itt a hallgatóság között nem. Vannak az mások. A baj, hogy... Igen, na, az amerikai választásokról kérdezték a Twitteren is, hogy említsük meg néhány szóban, és a többi. Érdekes, mert ugye azt hittük, hogy el fog húzódni legalább ugye ennek a hétnek a közepe végéig, ugye úgy néz ki, hogy úgy alakult a szavazás, hogy egyértelművé vált, hogy a demokrata oldal lesz a győztes, hiszen ugye Pennsylvania és Georgia és Nevada is ugye a Joe Biden féle oldalra állt be. Uh-huh. Ezzel szinte bebiztosítva azt, hogy Trump nem tud nyerni, ugye? Tehát az elején még kockázatosnak tűnő helyzet és versenyhelyzet, éles versenyhelyzet. Egyértelművé vált. A hétvége folyamán. Na, hogy mi történik most? Ugye láttuk azt, hogy Donald Trumpnak nem volt túlságosan, hogy is mondjam, felnőttes és érett a hozzáállása ez a dologhoz, tehát ő azonnal csalást kiáltott a dologgal kapcsolatban. Nem adja fel. Illetőleg ugye tehát jogi oldalra is fordultak már, és ugye felülvizsgálatot követelnek. Na, itt érdemes megemlíteni, hogy miért van ez, és hogy mi történik most. Na most, ja igen, nagyon fontos, tehát Joe Bident, az Amerika 46. elnökének nevezni azért még korai. Nem azért, mert majd, tehát, és ugye itt jön a izé. Nem, mert ott itt az index. Én értem, akkor se elnök. Okay? Az amerikaiak tudják, hogy nem elnök, úgy hívják ezt, hogy president elect. És ugye Kamala Harris is vice president elect. Uh-huh. Tehát a megválasztott, az elnök jelöltből lett választott elnök, de még nem elnök. Még nem. A beiktatásáig nem lesz elnök. Na. És még 72 nap, azt hiszem. Igen, de az bírósági döntés kell, meg mit tudom. Ja. És akkor ilyenkor jön, mert azt hiszem, te is én tudom, csaló vagy, bazdmeg, hogy mi a miért nem mondod, hogy elnök. Nem? Nem. Nem azért nem elnök, mert ki fog derülni, hogy csaltak, hanem így van és kész. Na most, ugye több helyen voltak riportok, ugye előkerültek ilyen, tudod, 117 éves szavazók, meg mit tudom én, uh-huh. stb. Ez egyébként egy eléggé gyakori eset, hogy ilyet csinálnak különböző országokban. Tudjátok, ez a ha mindenki dopingol, akkor mehet a verseny dolog. De nem ez váltotta ki egyébként a dilit, hanem egész egyszerűen néhány dolognak az összessége, amit egyébként Bernie Sanders meg is jósolt, hogy Trump nem fogja érteni. Egy, az államokon belül, tehát a különböző államokban más szabályozást hoztak arra, hogy a szavazás ellenőrei
hogy lehettek jelen. Uh-huh. Voltak olyanok, ahol ott voltak, és ellenőrizgették, hogy mi történik. Volt olyan, hogy 25 méter távolságból nézhették, szóval nem. Volt olyan, ahonnan kamera és monitorról nézhették uh-huh. csak, szóval nem. Meg volt olyan, nem engedték be őket az épületbe. Na most ezek a dolgok, ezek gyakorlatilag nem jelentik azt, hogy történt csalás. Pusztán ugye... Mások a szabályozások. Igen, és de kérdéseket vetnek föl. Miért nem engedték be? Hogy került oda? Uh-huh. Stb. És ugye gyakorlatilag ez csak indokot ad arra, hogy az ember azt gondolja, hogy volt. Én nem gondolom, hogy elcsalták volna a választást, van, aki úgy gondolja. Mindegy. De felülvizsgálat lesz. Uh-huh. Ez biztos. Igen. A másik dolog az az, hogy alapvetően a demokrata szavazók nagy része szavazott levélben, és azt számolták. Uh-huh. Na, Jesse Jezza, ez volt az utolsó eset, csak most csak szólok. Ugye szerinte, mi ugye, ha bár azt mondtuk, hogy nem politizálunk a műsorba, 20 perce politizálunk, azt mondja, hogy 32 perce tart a happy hour, körülbelül 4 perce beszélünk az amerikai választásokról, eddig a libákról. És az állatgyilkosságokról. Az állatgyilkosságokról beszéltünk. Én nem vagyok kíváncsi mostantól arra, amit írni akarsz. Az idő, a térérzeted, és maga az, hogy neked ezt le kellett írnod, gyakorlatilag annyit mond, hogy így... Én nem vagyok kíváncsi erre, arra úgy. De amúgy az is lehet, hogy valakinek az állattartás politika. Igen, így van. Én mondanék ennél sokkal durvább dolgokat is, csak itt vagyunk most korán reggel, meg más is hallgat, úgyhogy inkább nem mondok semmi durvát. Az ilyen emberekre én nem vagyok kíváncsi, arra úgy. Egyáltalán nem. Tehát ez olyan, mint aki maszkban vezet egyedül. Hát majdnem, egyébként. Nem. Nem is kész. Úgyhogy mindig van a balhéteremtő ember. Gyakorlatilag ezért nem lehet egy másik ország olyan döntéseiről beszélni, ami fontos, mert ugye az egész világra hatással lesz. Nem lehet beszélni, mert valakinek egyből el kell kezdeni fenni a kést. Ha te ilyen ember vagy, javaslom a Facebook nevezeti platformot, ott nagyon bírják az ilyen srácokat. Igen. Úgyhogy ennyi. Szóval, ja, igaz, hogy szerint tényleg csak tényeket próbálunk közölni Pistivel. Igen. Nektek, hogy mi történik, az, hogy ez miben politizálás. Igen, nagyon-nagyon érzékeny ez a téma, srácok, és nagyon-nagyon nehéz tényleg pártatlanul objektíven beszélni ilyen dolgokról, pedig fontos beszélnünk róla, hát most, ugye? Ja. Mert Magyarországon olyan emberek örülnek, hogy Biden nyert, akik nem tudják, hogy hogy néz ki az elektori rendszer. Hogy állnak? Mondjad már. Tehát, érted? És ezért fontos, hogy ugye a világról kell legyen egy megalkotott képünk, és az a baj, vannak emberek, akiknek muszáj megszólalnia. Igen. Pedig itt most egyáltalán nem erről van szó. Na mindegy, ez az oka annak, amiket felsoroltunk, hogy emiatt állt fel ez a hülye helyzet. Igen, meg hát Kanye West is mondta, hogy számoljuk már újra légy. Igen. Mert ő nem hiszi el, hogy csak ennyi. Úgyhogy újra fogják számolni. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de ahogy mondta is Pisti, tényleg, tehát még 70, nem tudom, 2-3 napja van Trumpnak hivatalosan, még addig ő az elnök. Igen. Sokan írták is ilyen külföldi újságok, hogy még most sok kárt csinálhat, hát nem tudom, hogy most milyen károkat csinálna. Ezt a firkán elfalad az ovállat. Körülbelül a maximum, vagy nem tudom, hogy... Biden, te köcsög! Nem hülye az az ember, szóval nem tudom. Jó, valami ezt igen. De nem hiszem, hogy túl sok kárt okozna. Igen. Habár... Na mindegy, valamelyet. Szóval de a lényeg, hogy úgy néz ki, hogy ugye Biden oldalára dőlt ez a dolog. Ezt lehet ítélni, lehet véleményetek róla nyilvánvalóan. Én azokkal értek egyet, akik alapvetően most azzal a dologgal foglalkoznak, hogy mi lesz most az országban. Tehát nagyon megosztott Amerika, és szerintem tényleg a gyűlölködés valami félelmetes. És akkor látszódott a legjobban, amikor úgy nézett ki, tehát kiderült, hogy Biden fog nyerni. Tehát a demokratikus szavazók, amit műveltek a közösségi médiában, meg az utcán azokkal, akik nem demokratikus szavazók, szerintem legalább annyira borzalmas, mint a fordított eset. És elég nehéz lesz ezeknek az embereknek, szerintem így a következő néhány hét, egy olyan országban, ahol cirka 70 millió ember szavazott Trumpra. Igen. Amúgy ezt mondtuk is nektek, hogy ahhoz képest, hogy mennyien mondták, hogy utálják ezt az embert,
Igen, de ez 70 millió szavazat, az 70 igen, millió szavazat. Igen, hozzátartozik az is nyilván, hogy ugye a jelöltektől függetlenül van, aki demokrata, jó, hát van, persze, aki, persze. Ettől van, aki republikánus. Szóval, ja, ez egy ilyen cucc. Biztos vagyok benne, hogy nagyon megosztott lesz. Inkább, én azt gondolom, hogy inkább ezt a gyűlöletet kellene már elhagyni egyébként. Nem, de nem akarok okoskodni Amerikával kapcsolatban, mert itthon is ez van, csak annyi, hogy itthon nem fognak megváltozni az emberek. Nem. Szerintem amúgy kint sem. Majd meglátjuk. Hát majd meglátjuk, de még látom, hogy még Gréta is beszólt Trumpnak. Azért az durva. Na, de jó, de... Most muszáj volt neki. Gréta kemény. De visszaszúrt. De ő kemény. Kemény volt Gréta, megmondta neki. Igen. Hogy nyugodjon le a seggére. Mark Hamill meg szerintem, nem tudom, most fejre váltott, hogy Biden. Igen. Hétvégén. Ő igen. Azt látom a Twitterén, hogy gyakorlatilag ő így... Na, mindegy, hagyjuk. Igen. Igen. De még amikor Stephen King kírja, hogy ez életem legboldogabb napja, és így... Ne basszatok már! Hát azért... Nézd, neki az! Hát lehet. Neki az. Lehet. Figyelj, na, kívülről ezeket nagyon nehéz szemlélni. Nehéz, érted? Nem nehéz. Látjuk belülről az országot, érted? Nem látjuk, hogy mi történik. Én azt látom csak, hogy egy kicsit ilyen személyes dolgok ezekben az emberekben. Érted? Tehát ők most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülnek, hogy valaki elkerül onnan, akit őt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon utáltak, csak ez igazából az ő érdekük, nem pedig az országé. Uh-huh. Érted? Ja, hát igen. De ettől függetlenül én is mondom, ezerszer megbeszéltük, hogy én is úgy gondolom, hogy Donald Trump nem való elnöknek. Nem. Nagyon nem való elnöknek. Ez tény, hogy nem. Nagy kérdés egyébként az, hogy fog alakulni az amerikai politika, ugyanis hát a szenátori oldal az elég megosztott lesz, uh-huh. tehát azért nem full demokrata lesz így, ettől függetlenül sem Amerika, érdekes lesz így, de minden esetre kíváncsian várom a következő néhány hetet, biztos, hogy ez is izgatott lesz, vagy izgatott, izgalmas lesz. Izgalmas lesz, aha. Hogy úgy mondjam. Hát kíváncsi leszek én is nagyon erre a következő időszakra. Durva lesz, azt tuti. De akkor, hogyha jól számolunk, várjál, akkor januárban veheti át. Januárban. Az elnökséget, januárban. Igen, Biden, aha. Igen. Igen, igen, igen. Igen. Durva cucc lesz. Az, hogy Magyarországra milyen hatással lesz, hát erről csak annyit tudok mondani, amit olvastam, hogy ugye a forintra elméletileg pozitív hatással van. Fogalmam sincs, hogy miért, megmondom őszintén, egyáltalán nem értek. De pozitív hatással van a forintra a Biden győzelem. Ugye az itthoni politika inkább Trump felé húzott, ez de biztos. Ennek is nyilván megvan az oka, mert ugye a demokrata oldal annyira nem csipázza, ami itthon zajlik. Hát igen, ott, hogyha visszaemlékeztek, Obama idején volt a problémák. Igen, és utána attól is féltek, hogy Hillary fog nyerni, és akkor nagyon nagy baj lesz, igen, és igen, most igen. Megint félnek, de ez már egy olyan téma, amit nem érintünk, mert a végén még itt túllépjük a kritikus 20 percet. Nem. Túl sokat beszélünk már politikáról. Ez rettenetes. Ez rettenetes. Szóval ez van. De az látszódott egyébként, hogy az euró is, érződött az euró meg a dolláron is. Uh-huh. Igen. Hogy mi történik. Srácok, ilyen jellegű dolgokban azért nem akarok belemenni, hogy sokan mondják, hogy Biden már beteg, meg demenciás, meg faszom tudja, mit tudom. Az a baj, én nem tudok ezekről, olvasgattam én is ilyen dolgot. Ezek szerintem nem feltétlenül tények, úgyhogy én nem akarok ilyen találgatásokban. Sok mindent lehet róla olvasni, meg a... Azért Trumpnak a, hogy is mondjam, a média emberei tesznek arról, hogy mindenféle rosszat halljunk Bidenről. Tehát ilyen mindig ez van, ez a mocskolódás a választások előtt. Nem tudom. Ez tény is valahogy idős. Ilyen szempontból én egyiket sem tartom jó választásnak. Igen, 78 éves Biden. Ez... Nagyon öreg. Én nem tudom. Oké, hogy Trump 74, de az nem ugyanannyi. Hát nem ugyanannyi. Mármint ő nem 74 éves. Ő másképp élt azt a 74 évig. Ő inkább egy 10 éves kisgyerek amúgy. Körülbelül. Trump szerintem. De, na mindegy, furcsa. Nem, az nem igaz, hogy bannolták Trumpot Twitterről. Annyi igaz, hogy valamilyen szintű védettséget élvezett a Twitterban elől az, hogy ő az amerikai elnök, és hogyha majd kikerül az office-ból, akkor már simán kibaszhatja a Twitter. Ja, igen.
Valóban igen, 4 évente egyszer van ilyen elnökválasztás, azért is akartunk beszélni, meg azért megkértétek tőlünk, hogy mondjuk el a véleményünket róla, vagy hogy így beszéljünk egy kicsit róla, mert amúgy nagyon izgalmas téma, és tényleg kihatással van a világra, van, aki nem kíváncsi rá. Igen. Pedig tényleg valamilyen szinte hatása lesz ránk is. Tehát ez... Igen. Az az igazság, tudod, hogy, jó, az biztos. Az az igazság, hogy én azt látom tényleg, hogy ez az egész politikai diskurzus külföldön is úgy néz ki nagyjából, mint itthon. Az emberek ilyen túlérzékenyé váltak nagyon-nagyon sok mindennel kapcsolatban, és nem tudom, sokan úgy érzik, hogy valami másik fajta világban élnek. Ahol így tudod, ilyen tojáshelyen kell lépkedni, lábújhegyen. Uh-huh. De volt olyan rendszer itthon, és most már nem az van. Na, nem. Ja. Érted? És most az, hogy valaki zavar, hogy én mondok valamit, vagy mit tudom én, nem tudom, valami miatt tényleg néha úgy érzem, hogy minket ilyen kicsit ilyen közéleti személyiségnek tekintenek, pedig nem vagyunk azok. Nem. Tehát alapvetően nem vagyunk azok, és emiatt nem tudom, vannak emberek, akik furcsálják, hogy bizonyos témák van, érintve vannak itt a Happy Hour-ben például, amik mondjuk a televízióban nem hangzanak el, csak nem tudom, hogy miért. Pedig basszus, ezért jó, ez az egész. Igen. Itt lehet bármiről beszélni. Mármint, hogy hát bármiről nem, de lehet. Lehet bármiről beszélni, attól függ, milyen minőségben. Hát jó, vannak olyan témák, amiből azonnal bannolnának minket, de igen. Igen. Hát biztos, hogy bannak olyanok. Szerinted miről például? Most nem tudom. Nincs kell elmondani? Nincs. Jó, basszus, pedig nincs kell kíváncsi. Szóval, de azért nagyjából mindenről lehet itt beszélgetni, ezért jobb, mint a tévé. Meg azért a tévécsatornák, maradjuk annyiba, hogy fú, az, hogy mikor voltak utoljára független tévécsatornák, szerintem soha nem voltak olyanok. Most őszintén nem. Mondom. Hát valamelyik tévécsatorna mindig húzott valamelyik irányba, tehát így... Igen, és nagyon vicces, mert amikor objektíven olvassák fel a hírt, akkor látod a hírolvason, hogy... Igen. A köcsög! Csak így nem teszi hozzá. Csak azt nem mondhatja el. Igen, és így látod, hogy ott ül, megkapta a hírt, és akkor sem tudja, miről beszél. Csak így. Így nyomja. Azok jók, nem? Igen. Ó, ez nagyon gáz. Én is láttam. Látod, hogy a hangsúlyt, igen, vagy mindent, hogy megnyomja, hogy... Ez a miniszter itt járt. Itt járt, és ennyi lóvja. És ugye nagyon vicces. Nagyon vicces. Nagyon vicces. Na, én kiszoktam rögni a belem ilyenkor. Hál' Istennek nem nézek. Én nem sok tévét nézek, de én is láttam már ilyet, amikor így javassák fel. Én megmondom őszintén, hogy a magyar politikával belemászni tényleg nagyon-nagyon veszélyes terep, ugye, mert a legtöbb ember nem tudja, hogy miről van szó, uh-huh. Csak szavakat tud mondani. De azért, na, én is tudok nevetni, mikor így hallom, tudod, a dolgokat. Na mindegy. Arról beszélgettünk, srácok, hogy tehát nem tudom, tehát pont belinkelték nekünk Twitteren, hogy Biden mennyire érdekes volt, mint demokrata jelölt. Ez nagyon fontos egyébként, srácok, hogy ugye ezek nem demokratikus gondolkodásmódú embereket jelentenek alapvetően, hanem a demokraták. Uh-huh. Tehát kint mást jelentenek ezek a dolgok, tehát például kint a demokrata baloldal, de most ez lényegtelen. Ja, ja, ja. De az, amikor az a videó Joe Bidenrel, ahogy a napszövegben jön, azt felszámolgatta a sas. Mondom. Igen. Igen, az igen, egy republikánus plakát. De ő a demokrata jelölt. Furcsa a jelölt ilyen szempontból, de hát na. Figyelj, ő egy igazi kemény. Meglátjuk, hogy hogyan fog érvényesülni. Így van, Fjord, ez is igaz, tehát Amerikában a demokrata a baloldal, de a baloldal ott nem azt jelenti, amit itthon. Igen. Furcsán van ott ez az egész. Igen, ott teljesen másképp van, de persze ez is olyan, hogy tudod, nagyon sokan ennek sem néznek utána, csak dobálóznak, gortibálnak. Itt most milyen sokan örültek, hogy Biden nyert? De komolyan, rengetegen. Ja, igen. Rengetegen. Hát mondjuk, hogy egész Hollywood kiírta, hogy yes. Az oké, de itthon. Ja, itthon is. A magyar emberek. Azt nem tudom, hogy... De hát... Értem. Igen. Az Origo már megírta hétfő, hogy Donald Trump nyert. Hát szerinte is. Végül is? Van egy olyan alternatív dimenzió, ő nyert. Igen. Nem mondta hülyeséget. Ő azt írt a Twitteren. Még azután is, hogy összeszámolták a szavazatokat, hogy ő nyert. És nem is kicsivel, azt írta. A lot. By a lot. Úgyhogy ki tudja? Igen. Az biztos egyébként, srácok, hogy ettől függetlenül az be kell lássuk innen külföldről, hogy borzasztó szoros volt egyébként egészen a végéig.
ez a választás. Na, nagyon, és nagyon. Rekordmennyiségű volt a részvétel. Tényleg voltak olyan államok, ahol ilyen pár ezer szavazat volt a különbség. Nagyon durva. Igen. Na mindegy, igazából én arra vagyok kíváncsi, mert mint kívülálló nekem, én nem ítélkezem az amerikaiakkor, mert nem ott élek, nem tudom, nem értem, nem látok bele mélységeibe, csak tudod így felületesen. Láttam én is, hogy ott üvöltve orangáltak az utcán, mennyire örülnek. Arra leszek kíváncsi, hogy mi fog történni a következő egy-két évben, aminek ennyire örültek. Mert én nem tudom. Én is kíváncsi. Tehát nem látom be jelenleg, hogy mit fog tudni csinálni Biden, de nagyon kíváncsi vagyok rá. Nem tudom, az biztos, hogy azt mondta, hogy amit olvastam, hogy ahogy ő lesz az elnök, visszalép Amerika a klímaegyezménybe. Mert ugye Trump kilépett. Igen. És azt hiszem, hogy pont mostanában érvényesült az, hogy ők kiléptek. Aha. És akkor gyakorlatilag csak egy pár hónapot lesz Amerika nem a klímakedvezménybe, vagyis egyezménybe, és most újra belépnek. Ez lesz az egyik első dolog, amit meg fog csinálni. Ettől meg fog mozdulni a kontinens. Mert Greta fog otthon örülni. Na mindegy, amúgy megmondom össze, hogy én ennek személy szerint örülök. Tehát, hogy... Ja, annak, hogy visszalépjek, persze. Én nem is értem Trump részét. Ja, mondjuk szerintem nincs globális felmelegedés, úgy nehéz. Úgy nehéz, igen. Úgy nehéz ezt átlátni. Na mindegy, de ez egy jó, ez például egy jó dolog, ez tuti. Igen. Egyébként ez teljesen igaz, hogy az egyik kardinális pont volt ugye a környezetvédelemhez való hozzáállása. Nagyon sok mindenki. Azt nagyon sok tetszett. Mindenki, igen, azt nagyon sokan támadták, hogy gyakorlatilag lesz a szarta az egészet. Hát igen. Most máshogy lesz. Igen. Mindegy, ez, de számomra, aki nem amerikai, és nincs benne, és nem tudja, hogy milyenek a hétköznapok, én nem látom be, hogy ott írják, hogy na most vissza, tehát Biden is mondta, hogy we can go back to normal. Hogy most már visszatérünk a normálishoz. Mert eddig mi az Isten volt? Tehát én nem láttam be. Én nem azt mondom, hogy szerintem Trump jól csinált, az távol álljon tőlem. Csak én, mint aki nem ott él, nem látom. Hát hogy nehéz távolra megmondani. Mi volt más a hétköznapokban? Azt megértem, hogy mondjuk a hétköznapokban az más volt, hogy olyan országba sétáltál, ahol utáld az elnököt, most meg olyanba fog sétálni, ahol nem. Tehát ezt én értem. De hogy amúgy, hogy mi lesz az, ami meg fog változni, erre nagyon kíváncsi leszek. Ugye főleg az egészségügyről beszélnek. Ja, igen, azt teljesen át akarják alakítani. Vagyis, hogy nem át akarják alakítani, hanem ezt az Obamacare-t akarják visszahozni. Mert ugye azt megszüntette Trump azt. Első nap. De én úgy tudtam, hogy azt nagyon sokan nagyon-nagyon nem szerették ám. Én nem tudom. Az a baj, mondom, hogy ez így annyira nehéz távolállóként megmondani. Meg biztos vagyok benne, hogy rengeteg dolog van, amit akar csinálni Biden, amiről nem is tudunk. Itt. Úgyhogy biztos vagyok benne. Fogalmam. Vagyis legalábbis mondták neki, hogy... Vagy mondták neki, hogy mondja. Igen, mondták neki, hogy mondja. De többször el kell ismételni. Igen, ez ilyen. Ebben igazatok van, hogy nem nekem mondta Biden. Ezért is mondtam ki vagy 90-szer, hogy én nem vagyok ott. Tehát nem. Mint kívül állom, mondom, nem tudjuk megítélni. Hogy nagyon kíváncsi vagyok rá. De az biztos, hogy nagyon régen utáltak úgy elnököt, mint Trumpot. Azt tuti. Talán Bush-t. Bush-t utálták talán ennyire. Ja. Talán őt. Ja. Hát na, de hát ennek is vége szakadt. Hogy értitek, hogy készlethiány lesz a PlayStation 5-ből november 19-én? Már most. Augusztus végén is készlethiány volt belőle. Sőt, még már mikor bejelentették, az volt. Nem lesz sehol PlayStation. De eleve nem lesz sehol PlayStation. Boltban egyáltalán nem. Értékesítve. De nem, tehát nem, itthon nem lesz PlayStation. Igaz, készlethiány lesz novemberben is, de már nagyon régóta. Meg decemberben, meg januárban, meg február nagy részében. Igen. Valószínűsítően. Sajnos a készlethiány az valós itt a PlayStation részéről. Nagyon durván. Hát én úgy tudom, az első csomag, vagy az első... Előrendelésbe elment, tehát elmentleg... De nem, csak egy nagyon kevés ember fogja itt Magyarországon is megkapni. Igen, én is így tudom. Kurva kevés, most még így novemberben. Úgyhogy akik most novemberben megkapják, azok iszonyat szerencsésnek mondhatják magukat. Igen, de tényleg. De ahogy látjátok... 1000 darab? Akkor annyi. Azért mondom. Á, nem. Én többet tudok. De szerintem ez csak találgatás. Az lehet, én nem tudom. De én többet tudok. Srácok, most mindennel ez van. Az RTX kártyákkal, az új AMD GPU, CPU-kkal, a PlayStation-nal, tehát az Xbox-szal az a nem, abban van annyi, mint az állat, de más. Tehát nagyon sok olyan cikk van, amit rettentően nehéz beszerezni.
Mert egyszerűen nagyon keveset kap az ország, a világra nagyon keveset gyártanak. Persze mennek itt a matekok, hogy ezek ilyen mesterséges készlethiányok, hogy ugye felfújják a dolgokat, meg minden. Nem. Én ezt nem hiszem a Sony részéről. Az Nvidia részéről volt ilyen, tényleg. Hogy... Volt, de hidd el nekem, hogy a Covid benne van. De az is biztos, hogy benne van a Covid, persze, sokkal nehezebb. Nem csak a gyártásba, a szállításba, persze, minden szarban. Nehezebb. Igen. Nehezebb így haladni. Igen. Úgyhogy, ja, számítsatok rá, hogy még a következő időszakban ez biztos, hogy így lesz. Már most látom, hogy nagyon sok nyerészkedő van. Ó, igen, ezt meséltesz. Látom, hogy ilyen kétszeres áron lehet vásárolni PlayStation 5-öt. Nézd, minden annyiba kerül, vagy annyit ér, amennyit adnak érte. És valaki meg fogja venni kétszeres áron, hogy hamarabb játszom el. Az biztos. Ja. Kanyar nélkül. Simán megveszik. Hát megérted. Karácsonyok el, akkor bazd meg. Ez van, de nagyon sokan vannak, akik nyerészkednek. Igen. Sajnos. Igen, hát ez van. Eladó PS5 egyem. Nem egyem. Én most pont kétszeres áron. 370-ért. Láttam. 370, igen, 370 igen, igen. Ez mondta, nem is egy van. Igen. Még valaki valahogy tudott többet rendelni. Uh-huh. Én nem tudtam, hogy hogy. Nem, de nem egy ember. Ja, de hogy így többen rendeltek többet, és akkor így felhalmozták, és most drágában adják. Igen, mondom, ilyen 370 körül láttam. Kész. Esküszöm. Nem volt fent olyan nagyon sokáig, egyébként egyik se elvitték őket. Gondoltam. Most nézd, kurva sok pénz, félre ne értsetek. De most érted, van, akinek ér ennyit, ez van. Most így belegondoltok, ha tényleg nem lesz február végéig, az így fél év. Igen. Hát bazd meg. Pontosan. Úgyhogy van, aki kanyar nélkül megveszi. Nem tudom, az előrendelésben nem nagyon volt limit, én úgy tudom. Az az igazság, hogy lehetséges, hogy a Sony hivatalos forrásainál volt. Igen, de... Hogy ilyen retailereknél nem feltétlen. Igen. Meg hát attól függ, hogy ugye lehet, hogy ők is külföldre rendelték olyan oldalról, ahonnan örültek, hogy elvitték. Igen. Szerintem ott nem nagyon tudták ezt így kordában tartani. Igen. Na mindegy, erre számítsatok, hogy erről lesz szó. Több mint valószínű, hogy nagyon sokáig készlethiány lesz belőle. Hát sajnos. De addig is megpróbálom nektek beszámolni róla, hogy milyen. Igen. Ezzel kapcsolatban nagyon igyekszünk majd. Ja. Igen, én is úgy tudom, Supek, hogy ilyen 10-et lehetett venni. Az kegyetlen sok. Én nem is értem, hogy engedték. 10 darab PlayStation-t. Ja, majd a PS-ből is tudod, ilyen droppok lesznek, mint a sneakerekből, tényleg. Igen. Kb. Ilyen drop lesz, tudod, mert lesz a márciusi drop. Igen. Tudod, és akkor 100 darab. Gyere föl. Van esélyed, vagy nem? Igen. És akkor kapsz egy e-mailt, hogy volt, sikerült, vagy nem? Nagyon gáz. Minden esetre tényleg amúgy köszönjük, hogy a hétvégén megnéztétek a PlayStation 5 videónkat. Igen. Végtelenül beszopatott minket továbbra is a YouTube. Nem tudunk ezzel mit csinálni. Ne foglalkozzatok vele, meg lehetett nézni, az meg volt lehetett, a lényeg. Meg. Érdekes volt a PlayStation, én azt gondolom. Igyekeztünk összeszedni róla mindent, amit lehetett. Mondom, nekem az egyetlen ilyen fogszívásom, kettő, az egyik az 1440p-s dolog, de az csak amiatt, hogy nem időben lett tisztázva ez a kérdés. A másik maga tárhely. Meg az a plusz információ, amit a videóban nem tudtam elmondani, mert később derült ki, hogy a first party címeket azokat nem tudod nem tudod átmásolni mondjuk külső meghajtóra. Igen. Meg, bár elméletileg ezek még mindig csak pletykák, de nem tudom, hogy hivatalosan megerősítették, de hogy nem lehet majd az induláskor venni hozzá bővítést. Ez meg van erősítve, hogy komfort. Az induláskor nem lehet. Úgyhogy ja, ez kimaradt a videóból, de nem baj. Hát. Nagyon sok mindennel van még probléma a PlayStation-nél, ettől függetlenül is. Ugye a HDMI 2.1-es szabványhitelesítésekkel is voltak parák. Ugye a Sony kiadta a PlayStation 5 Ready TV-t, és ugye ők október, ugye ők ezek tavasszal, nyáron jelentek meg, és valami október vége felé kapták meg ugye a 4K 120 Hz-es frissítést, hogy tudja a csatlakozó, viszont a VRR-t még mindig nem tudja. Igen, azt nem és tudja. A PlayStation sem tudja.
Ja, ahhoz is jön majd egy szoftver. A PlayStation sem tudja, legalábbis nincs beállítás. Most a Digital Foundry-sok azt mondták, hogy lehet, hogy a játékon belül lesz majd ez a bekapcsolható, a VRR, mint olyan. Úgyhogy még ezek a... De ezek szoftverfrissítéssel mind helyrehozható dolgok. Uh-huh. Egyébként. De mondom, de ki fogják ezeket javítani, de most még az elején itt vannak. Itt vannak dolgok. Ja. Viszont én nagyon várom, mondom, a héten elkezdjük, és valószínűleg csak a jövő héten fogjuk tudni majd kitenni, de szeretnénk letesztelni az új megjelenésű játékokkal, igen, illetve néhány régebbi címmel a PlayStation-t és a Series X-et. Hát nem, ez így nem helyes. A PlayStation-t és az Xbox-ot, de úgy, hogy a PlayStation 5-öt és az Xbox Series X-et összeugrasztani, hogy teljesítenek, mert érted, rendben van, hogy a Miles Morales jól fut a PlayStation-ön, az Xbox-on meg nem fut, de olyan címeket akarunk kipróbálni, amik mind a két konzolon vannak, és összehasonlítani, hogy melyik hogy működik, csak meg kell várnunk, amíg kijönnek ezek a day one patch-ek, és meg tudjuk nézni őket, igen, itt Assassin's Creed, Watch Dogs, és egyéb régebbi címek, hogy lássuk, hogy melyik konzol hogy teljesít. Mert ugye azt tudjuk, hogy matekon az Xbox erősebb. Igen. Meg amúgy nem titok, hogy van még egy jó néhány játékunk, amiket kaptunk teszteléshez. Amiket nem tudunk kipróbálni még, mert vagy nem járt le róla még az embargó, vagy még nincs hozzá patch, vagy, tehát ilyenek vannak. Igen. A Warzone-nal is az a probléma keretívőzik el, hogy nem jött hozzá ki a Next Gen patch. És benne is van egy, nem tudom, fél perc, addig 20 másodperc erejéig a videóban, ami benne ott van. Ugyanúgy tartja a 60 FPS, mint a Series X. Direkt el is mondja Pisti, hogy nem volt egy nagy csoda, majd hogyha jön ahhoz is, patch. Igen, akkor meglátjuk, hogyha majd magasabb felbontásba nagyobb képfrissítése tud működni, hogy melyik hány hercen megy, hogy tartja a felbontás, stb. Ja, így van, Martin Stark, igen. November 12-én nagyon sok minden fog jönni. Ugye az a hivatalos Japán launch day a PlayStation-nek, igen, és akkor rengeteg játékhoz jön majd patch is, meg hát ugye jelennek is meg játékok. Úgyhogy... Meg előttünk is megnyílik például a Spider-Man Miles Morales stream... Lehetőség. A héten, ugye? Na mindegy. Jó lesz. Jó dolgok lesznek ezek. A lényeg az, hogy amit mondtunk, tehát Pisti nem mondott hülyeséget a videóban, ezen a héten tényleg tesztelni fogjuk ezeket. Igen. A videó elkészülése valószínűleg nem ezen a héten fog megtörténni, de össze nem azért, mert idő kell, hát az időre persze van szükség ezeket mindet kipróbálni. Így van. De hát addig is lesz mit nézni. Vigyétek el. Lesz, mert ma kezdődik az Assassin's Creed Valhalla. Bezony. Érdekes lesz. Jaj, de vártam már ezt a csin. Annyira jó. Viszont van egy szívfájdalmam a videójátékiparban. Na. Már volt egy szívfájdalmam az Everspace 2, uh-huh, hogy szegény indie fejlesztőkéim azt kellett mondják, hogy odébb csúsztatják decemberről a játékot. Igen, ez annyira gáz. Mert ugye a Cyberpunk akkor méltóztatik megjelenni, és akkor ők azt mondták, hogy akkor most az egyetlen kis kincsüket nem fogják akkor kiadni, amikor senki se játszik vele. Most egy másik általunk várt játékkal történt ez meg, a Medium című játék jelenik meg decemberben. Ugye azért odalőtték a médiumot, meg az Everspace-t is, mert nem nagyon van decemberben megjelenés, és gondolták, hogy majd ott azt is el lesznek, de azt is el kellett tolni, mert ugye ott méltóztatik megjelenni majd. Pedig ez a médium az nagyon... tudományos fantasztikum. Sajnos, de kibárjuk, ez van. Igen. Ez a helyzet, úgyhogy... Sajnos ezeket eltolták. Igen, január második felére. De hogyha most eltolják januárra a Cyberpunkot... Nem fogják. Az pokol. Nem fogják átolni, szerintem. Remélem. Meg addig is nagyszerű játékokat tudunk majd játszani, tehát nincsen gond. Tök sok királyjáték lesz. Ez tuti, jaj. Hát most tényleg bőven el leszünk a Cyberpunkig. Sőt, lehet, hogy annyira sok jó játék lesz, hogy így majd azt átcsúsztatjuk januárra. Hát nem lehet tudni. Érted? Mert hát most ez van. Jó lesz. Igen, ez mondjuk egy kicsit izé, hogy tényleg oda... Tehát, hogy most így arrébb kellett tolni játékokat miatt. Pláne, hogy ugye jó, a Medium is lengyel fejlesztő, igen, csapat, biztos nagyon örülnek. Igen. Gondolj bele, a nagy játékuk bemutatták, kurvára tetszett az embereknek a Medium meg minden, és akkor így kiírja a Cyberpunk, hogy majd december 10-én megjelenik, és így, ó, bazd meg! De biztos rájuk írtak, hogy fiúk. Ez van, még mit gondolod, megkérdezték tőlük, nem baj. Hát lengyelek. Megbeszélik egymással. Igen. News, news, gyöft ki!
Cyberpunky. Punky. Ez kész. Ennyi. Van, és akkor megbeszélték egymással. Igen. Jó, jó. Srácok, biztos vagyok benne, hogy nagyszerű lesz a Cyberpunk, most csak ki kell várni. Hát, arrébb lesz tolva most ez a dolog. De srácok, csak a héten, amit streamelhetünk, annyi, hogy nem tudom streamelni mindet. Mert az a baj, ja, két napba tömörül. Tehát az addig oké, hogy az AC-t ma kezdjük, de az szerdáig ki is tart, mert addig nem streamelhetünk mást. Igen, ez a hét, ez pohol. És csütörtök péntekre fókuszálódna a Miles Morales, a Demon's Souls, az új Black Ops kampány, a Godfall, a minden. Szóval szépen majd beosztjuk. Ezt már nagyon-nagyon előre láttuk Pistivel ezt a hetet, és így már akkor így be voltunk szarva tőle, úgyhogy nem tudom. Igen, úgyhogy hát így kell valahogy megoldani alapvetően a dolgot, de nem baj. Nem baj. Szépen. Minden is. Szépen. A Black Ops kampánya végez Pisti egy délután? Elképzelhető. Lehet, hát a Modern Warfare sem volt olyan hosszú. Nem. Úgyhogy nem hiszem, hogy túlságosan sok idő lesz, de akkor is. Nem mondunk semmit, hogy mikor mi lesz, majd látjátok a menetrendbe. Az a legjobb. Mindig az a legjobb. Meg mindig vannak ilyen utolsó másodpercben, hogy mégsem. Vannak változtatások először, főleg ilyenkor, amikor így mondják, hogy na akkor streameljétek ezen a napon. Oké, és aznap állófasz, nem. Majd három nap múlva, mert ez így nem megy. Így van. Pont a pókember az, ami így csúszkál jelenleg. Egy kicsit. Tehát, hogy ilyen nem tisztázott módon, de mindegy, valami lesz. Én azt mondom, hogy szerintem csütörtökön biztos játszunk arra. Én is azt mondom, csütörtökön. De nem mi mondtam. Fogunk. Csak úgy elrepült. Hallottátok, hogy lehet. Lehet, hogy lesz csütörtökön stream, igen. Mit? Hogy nem lesz online co-op a Valhallában? Nem tudom, ha lesz, nem játszok vele. De hogy le? Mi nem tudok róla, hogy lenne. Én ha benyomom a menüt, és valahol írja a képernyő multiplayer, én kinyomom, azt játszunk mást. Biztos, hogy nincs benne ilyen, szerintem. Úgy lesz. Én nem tudom, hogy lesz-e bármilyen bejelentés. Annyit hallottam, hogy a Microsoft megint vásárolni indult. Új. Komolyan? Valamelyik japán stúdiót akarják megvenni. Nem tudjuk. Sonyt. Vagy, igen, az egy érdekes lépés. De úgy, lenne. De úgy, hogy megtalálták a PlayStation-t. Csak az övék. Igen. Az mekkora lenne. Nem, kíváncsi vagyok, hogy hova mennek, meg mit vesznek meg. Kiderül. De miért, Hamilton? Nem tudom, bizonyára új stúdiót akarnak vásárolni, hogy több játékuk legyen. Hát, most ez ilyen milyen kérdés ez? Nekem erről más információ nincs. Hogy gondolom azért csinálják, hát mi másért akarna megvenni egy stúdiót az Xbox. De, ja. Nessa, igen. Hogy lehet, hogy streamelték a Valhallát külföldön a hétvégén? Szerintem ellopták a játékot. Nem, említettük mi is. Erről mi is beszéltünk. Mi is streamelhettük volna már pénteken is, csak ugye nem az egészet, hanem embargós volt, és mondtuk, hogy mi úgy nem szeretnénk. Ja, az a lényeg, hogy annyira megvan kötve ilyenkor, tehát vannak ilyen, hogy is mondjam nektek, ilyen exkluzív stream lehetőségek, de ezek vagy időben korlátozottak, vagy az, hogy hely korlátozások vannak, hogy hova nem lehet menni a játékban, vagy hogyha mondjuk jön egy átvezető, azt nem mutathatjuk, vagy... Tehát nem szeretjük ezeket az ilyen korlátozott cuccokat, és ezért sem vállaltuk be. Igen. Sok ilyen lehetőségünk lenne, csak mi nem szoktuk bevállalni, igen, mert nem jó. A Watch Dogs is ilyen volt, csak nálunk kevésbé működik jól. Ezért csak az utolsó nap streameltük 2 órát, amikor lehetett. Ja, igen. Nyilván most az embargók nem tartoznak úgymond rátok ebből a szempontból, de nekünk is lehetett volna. Péntek este 8. Este 8 péntek. Este 8 volt egyébként. És itthon is streamelték. Simán. Szerintem játszottak is fel. Szerintem a GameStar-osok például biztos nyomták. Biztos. Mint hogyha mondták volna, hogy fognak játszani. Igen. Hát persze. Szerintem biztos, hogy voltak, aki játszottak. Akik kaptak a Ubisoft-tól hozzáférést, azok játszottak vele. Ja. Shroud is jönt, a jó, hál az égnek. Most már nyugodtam, hogy ő is játszott. Ja, akkor jó game lesz. Akkor jó game. Úgy biztos, hogy jó game lesz. Biztos, hogy van benne multi. Tuti. Amúgy tényleg írta valaki, hogy van valami közös raid. Be lehet így hívni. Hát nehogy menne legyen. Hát a raid, akkor már legyen raid. Multiplayer, érted? Mióta körszakállás lett Shroud, sokkal komolyabban veszem amúgy.
Én is. Most már így ránézik, és na igen, ez most tényleg jó game. Igen. Most már elkezdett átszézni, mert most már nem akarnak vele játszani. Igen. Most más nem akar. Nem akar, nem akar. Jaj, Istenem. Igen. De szállj, nem vagy egyedül amúgy. Néha én is. Nem, látok így messziről egy képet is, most ez kóve. Ja, nem esz rád. Nem esz rád. A haja, haja látszik. Igen, a haja az a látszik. Meg a setupon. Jaj. Igen. Még két dolog egyébként, ami belezavar majd a novemberünkbe és a tavaszunkba. Az egyik, ezt csak Twitteren írtam, csak ha már a gamingről beszélünk itt a végén. Az egyik, hogy két remastert, vagy sem, mind a két dolog. Két remastert jelentettek be az elmúlt egy héten. Az egyik egy számomra nagyon kedves franchise, amit nagyon régóta akartam a csatornán játszani, a Blood Rain nevezetű játéknak ugye az első két részéről van szó, ami remaster keretén belül november 20-án elérhető is válik. Ezt be fogjuk suvasztani, mert nagyon szerettem a Blood Rain-t. Vandrás, köszönöm. Igen, Mass Effect Pog. Én megint beszélek a Blood Rain-ről. Igen, úgyhogy ez az egyik, a másik pedig természetesen a Mass Effect Pog. Az pedig tavasszal fog érkezni valamikor. Azt már nagyon, azt elvileg idénre terveztük, annak a franchise-nak a végigjátszását. Én reméltem, hogy be fogjuk tudni súvasztani. Azt hittem, hogy hamarabb fog megjelenni egyébként. Hogy mi az a Pog? Hát igen. Hát az már kemény. A mélységre már nem megyünk le. A pog ácsa. Első. Így van. Tehát a pog ácsa, tehát az az ember, aki a pogot. Nem, a pog nem tiltott szó. A pog az pog. Építi. A pog ácsa. Nekem beletelt, vagy két éven be? Azt hiszem, hogy Twitch-en. Mire leesett, hogy mi a faszom az a pog? Ja, hát idő kellett hozzá. Én az, hogy a kíváncsi, aki használja, azok közül mind tudja-e? Mert azt tudjuk, hogy a lore-ról nem mindenki tudja, mi. Ja, hogy ilyen szint. Hát igen. Az a baj, ezek a szavakat csak így átveszik egy-egy ember, és nem tudja pontosan, mi az. Igen. Na mindegy. Szóval Mass Effect is jön, azzal is fogunk játszani, nagyon-nagyon jó lesz. Úgyhogy mind a kettő szerintem pörögni fog, egészen biztos. Én nagyon örültem egyébként mind a kettőnek. Nem mondom őszintén, hogy nem azért, mert nekem szükségem van a grafikai felújításra, mert nem vagyok hajlandó játszani vele, mert nekem akármilyen régi játék szívesen játszom bele, hanem a Blood Rain esetében ugye a Windows 10-es problémákkal volt nekem gondom, és ha nem is nyúlnak a grafikához, pedig fognak, akkor is örülök, hogy fog futni normálisan, és tudunk vele játszani. Az is egy érdekes videójáték. Lesz, majd meglátjátok. Jó lesz. Valakinek a simp szó, a cringe. A simp? Én azt sem láttam még. A simp, hát... Nem találkoztam meg a szimpel? Nem. Fú, de miért kellett volna? Hát nem tudom. Így valahol valami tartalomban. Megint az, hogy hova dugod? Hát ahhoz is van köze egyébként. Igen. Én nem tudtam. Csak tippelni akartam, hogy... Nem. Hát valamilyen szinte távolról van köze. De inkább az, hogy hova szeretnéd dugni. Az a szimp. Igen. De sosem jön össze. Ó. Nem, hát ezek azok a szimpek, tudod, akik mit tudja, nézek egy csaj streamet, és így nyomják a donétet neki, meg minden, és így soha nem fog nekik összejönni, amit akarnak, de... És azok a szimpek, akik ezt csinálják? Akik ezt csinálják, érdekes. Igen. Érdekes. De mondjuk nem csak streamerekről van szó, hanem igazán szerint bármiről. Tehát ez ilyen plátói? Hát ilyen plátói. Ilyen plátói szerelem. Igen, hát amúgy nagyjából az. Jaj, úgy tudnám mondani. Azok a szimpek. Igen, aki bármit megtesz a csajért, de amúgy sose történik majd semmit, de szimp. Ez a szimp. Milyen érdekes. Ugye? Igen. De miért pont szimp? Na mindegy. Nagyon érdekes, mert én most nagyon sok időt árasztom az életemből arra, hogy felfedezzem ezt a világot. Tudod, hogy zajlik ez? Meg hogy mit csinálnak az ilyen emberek pontosan? Meg hogy mit látnak a pénzükért? Meg mit nem? Meg ilyenek? Ezekben most így szétnéztem. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes egy világ ez. De megmondom őszintén, hogy borzasztó kiábrándító. Én rettentő régóta kíváncsi vagyok erre a OnlyFans, meg Patreon genyó, meg ilyenekre, amit csinálnak ezek a choice streamert néző emberek. Iszonyatosan régóta meg akartam nézni, hogy működik ez a dolog. Mert rettentően baszta a fantáziámat. És őszintén szóval borzasztó kiábrándító.
csak hogy megosszam veletek a tapasztalataimat. Tehát tényleg, tényleg nem értem, hogy hova tűnt a pornó. A sok szimp. Igen, de tudják, hogy van. Ez a gond. Túl sok a szimp. Igen. De azért megy az OnlyFans. Az online világnak nekem ez mindig is egy ilyen rejtettebb része volt, mint olyan. És nem tudtam, hogy hogy néznek ki, mert ezek is ilyen mini social networkök. És nem akartam úgy beszélni róluk, hogy nem tudom, mi az. Uh-huh. Ez van. Úgy mondom, hogy belenéztem. Nagyon érdekes. Maradjunk ennyiben, hogy nagyon érdekes. Hát igen. Nem túl unalmas már porec? Meg lehet. Egy idő után egyébként biztos rá lehet unni. Uh-huh. Nem tudom. Nem, próbáltam én is megérteni ennek a pszichológiáját. Ennek én már rájöttem, hogy mi a pszichológiája amúgy. Na mi? Az, hogy közelebbnek érzed magad. Néhány. Tehát valószínűleg ezért csinálják, hogy tudod, mondjuk az OnlyFans. Igen. Tehát, hogy az úgy ilyen privát tartalom, érted? Amit persze nem csak te kapsz meg, de... De olyan, mintha... Sokan úgy érzik, igen. Igen. Hogy mintha, na ez nekem jár, mert ez privát. És biztos, hogy ez van benne. Vagy néznek egy streamer lányt, és az OnlyFans-en derül ki, hogy rajta pucéron nincs ruha. A húr, mert eddig azt hitték, hogy van, ugye, mert... Lehet, az is lehet. Vagy egy tényleg lány. Lecsekkolja, hogy tényleg lány. Tényleg lány. Nem tudom. De gondolom, hogy ez lehet így benne. Hogy valóságosabb lenne, ne olvas fel. Igen, ez mondjuk igaz. Igen, hogy valóságosabbnak tűnik. Az is benne van, ja. Biztos. Nem, nehéz ezt így megfogalmazni, mert úgy tényleg nem áll a kettő egymást annyira távol. Meg a pornó és a pucérképek az OnlyFans-en. Igen, ez igaz, de nézd, most figyelj, ez mindenkinek a saját döntése, hogy ezt csinálja, vagy sem. Az biztos, hogy talán az a vonzó az emberek számára tényleg, hogy nem egy olyan, nem ezek a megalkotott ilyen mesterkélt szituációk vannak, hanem ez ilyen valós. Igen, valós, mert a streamerek valósak. De hogy valószínűleg tényleg ez van benne, hogy ez ilyen real cucc. Hát gondolom ezért szeretik sokan a webkamerás cuccokat. Ja, aha. Oldalakban. Igen, gondolom, az is nagyon furcsa nekem. Az is, gondolom ezért van, hogy az úgy tényleg így akkor történik, te látod, privát, gondolom. Azért olyan izgis pár embernek. Engem. Millióknak. Inkább azt mondanám. De ja. Igen. De nekünk is van OnlyFans-unk, hogy ne, persze. A bikinis képeket rakunk ki mi. Igen, csak úgy van, hogy a titkos Patreon oldalunkon egy ilyen 1000 eurós donátornak kell legyél ahhoz, hogy megtudd, hogy mi az OnlyFans-unk. Pontosan. És ott kezdődik az igazi pergetés. És onnan egyre mélyebb és mélyebbre lehet menni. De ott már tényleg olyan szintek vannak, hogy kész. Hát most pont a múlt héten raktam ki a tigris szettet. Nagyon brutális amúgy. Igen, de az gyakorlatilag, tehát csak néhányan tudták kifizetni. És igen, és olyan is van, hogy valaki plusz küld pénzt, akkor bekenem olajjal a seggem. Bizony. Bizony. Na jól csinálhatjuk. Jó Istenem. Jézusom. Na. Jézusom. Tudom, hogy felcsillant a szemetek. Láttam. Én is tudom. Majd keresik a Patreont. Ott lesz. Hogy lehet. Ja, Isten. A dolgokat csinálni. Na, srácok, a világ nem változott meg. Nem. Én pont ugyanannyira utálom, mint tegnap. De legyen szép hetetek. Legyen szép hetetek. Déltől jövünk az AC-val. Izgis és lesz. És azt majd valamikor szerdán abba is hagyom. Körülbelül ez lesz most a program. Úgyhogy erősen meghúzzuk az Assassin's Creed Valhallát, mert rettentően kíváncsi vagyok rá. És borzasztóan várom. Annyit tudjatok az AC-ról, hogy nem én választottam az Assassin's Creed-et. Az a rettentő hosszú franchise végigjátszás egyszerűen engem elvitt. Ki lesz maxolva? És akkor is, tehát most már akkor is szeretem ezt a franchise-t, hogyha borzasztó rossz lesz. Bizony, túl sok idő. Túl sok időt töltöttem együtt az Assassin's Creed-del, és valahogy nagyon vártam már ezt az új részt. Ja. Úgyhogy ne felejtsétek, délben jövünk, igen, az AC-ben. Így van. Köszönöm szépen a felköszöntéseket, meg mindent is. Legyen szép napotok nektek is. Szevasztok! Szevasztok!